Na, hölgyek és urak, nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a videóban. A mai nap 6ix9ine és Trippie Rednek a beeféről fogunk beszélni. Ha valaki nem tudná, a beef az igazából rapperek közötti nézeteltérést jelent. Tipikusan a közösségi médián kihívják egymást, beszólogatnak egymásnak, oltogatják is. Ez sokszor a dalszövegekben is megjelenik. 6ix9ine-nek és Trippie Rednek évek óta tart egy ilyen beefje, és ez azért érdekes, mert a legelején ők még barátok voltak, és egy közös kiadónál dolgoztak, de kezdjük is a legelején. Tehát most szépen végig fogjuk venni, hogy pontosan hogy is volt ez a beef, hogy alakult ki. Tehát a barátságunknak az alapja igazából az volt, hogy mindketten ilyen nagyon bizarr külsőre alapozott, arctetkós, színes hajú, az imidzsük nagyon hasonló volt, és emiatt egymásra találtak. Trippie Red az segített leszerződni 6ix9ine-nak a 10K Projecthez, a kiadóhoz. Megjelent több közös zenéjük is, például 2017 áprilisában a Pause 1469, amit én nagyon-nagyon szeretek a mai napig, illetve például az OV című szám is egy közös trackjük. Tehát 2017 tavaszán még minden teljesen rendben volt, viszont ez év nyarán, augusztusban elterjedt egy kép 6ix9ine-ról, ahogy egy 13 éves lányjal van, akin csak egy melltartó van. Ez a kép, ez nagyon sok problémát okozott neki. A részletekben nem akarok belemenni, de a lényeg, hogy eljárás indult ellene, ha jól tudom, szexuális zaklatás miatt. Erre az ügyre pedig Trippie úgy reagált, hogy Instán azt mondta, hogy hát bocs tesó, mi nem támogatunk pedofilokat, és ez a megnyilvánulása egyértelműen azt akarta jelenteni, hogy ő el akar távolodni 6ix9ine-tól. I'm sorry, brother. 1400 don't promote pedophiles. We don't fuck with weird niggas. 6ix9ine pedig erre azt mondta, hogy nem érti, hogy Trippie miért akarja bemocskolni a nevét, miért akarja elérni, hogy senki se akarjon vele együtt dolgozni, amikor egy közös kiadónál vannak. Illetve azt is mondta, hogy a média az azt posztol, amit csak akar, és hogy a nagy része az nem is igaz. Illetve még arra is kérte az embereket, hogy használják az eszüket, hogyha ez mind igaz lenne, akkor ő miért nincsen még börtönben. The media is gonna post whatever the media wants to post because it's a juicy story, it's something to talk about, it's fresh. I just want people to use their brains, use your brain. Why am I not in jail? Trippie Red pedig erre azt válaszolta, hogy ne legyen olyan nagy a pofája, hanem emlékezzen arra, hogy ő volt az, aki miatt le tudott szerződni a kiadóhoz. You got a deal for 30 bands, and I made 5K off of that, because I got you your deal. 2017 novemberében Trippie posztolt Instára egy képet 6ix9ine-ról, aki éppen egy másik férfi kezét fogta. Nem tudom pontosan ennek a képnek a körülményeit, lehet, hogy csak véletlenül történt így. A lényeg az az, hogy odaírta, hogy Trey Gay, ugye Trey helyett Trey Gay-t írt oda, magyarul lebuziszta 6ix9ine-t. Majd szintén novemberben, amikor Trippie New Yorkban volt, akkor egy csapat verőlegény elkapta őt és a bandáját és szarráverte. Ezután Trippie Red live volt egyet Instán, ahol megmutatta a vérző száját, és elmondta, hogy szerinte a Nine Trey Blood Gang volt az, akik őt megverték, és ha valaki ezt nem tudná, ugye 6ix9ine-nek a gangja, akiket később ugye beköpött. Magyarul azt állította, hogy 6ix9ine áll az egész mögött, és 6ix9ine rendelte el, hogy őt és a bandáját szétverjék. Majd a live-on még tovább oldotta 6ix9ine-t, azt is elmondta, hogy amúgy ő kergette el végül a verőlegényeket, és a live-on lényegében még tovább oltotta 6ix9ine-t, hogy amúgy is egy buzi, meg hogy amikor eljött a stúdió sessionjére, akkor csak ott ült a sarokban, mint egy csicska, és még azt is elmondta, hogy Los Angelesbe, ahol Trippie Red él, soha többet nem mehet 6ix9ine, mert hogyha oda megy, akkor Trippie Rednek a bandája fogja szétverni. Some nine tray niggas. As soon as I walk in the building, hit right in my mouth, nigga. Got hit in my mouth. And then my niggas beat his niggas asses and then they ran. I chased the nigga myself, mostly, nigga. I ran them niggas down myself. 6ix9ine cannot come to LA. Bitch ass nigga, you rainbow haired faggot. Tekashi, yo. He be coming to my sessions, he'll sit there and be quiet, act like a bitch, bro. That nigga won't say shit, bro. Erre 6ix9ine azt reagálta, hogy Trippie Red nem engedhet meg magának akármit, nem buzizhat le akárkit, nem szarozhatja le New Yorkot. És ami a legviccesebb, azt is mondta, hogy nem köphet be senkit, nem foghatja rá az egész incidenst a Nine Trey Bloods-ra, mert ez nem gangsterhez méltó. You just can't be out here calling people gay, bro. New York this, fuck New York that, like, you just can't do that, bro. And you can't just start snitching and say it was the non-trade, you can't do that, bro. That's not gangster, that's not... Hát így, hogy egy évvel később 6ix9ine az egész bandáját beköpte, így elég vicces utólag a szájából lesz, hogy nem gangster, ez méltó, de hát mindegy. Ez az eset egy kicsit leült, majd 2018. januárjában 6ix9ine Instára feltöltött egy videót, ahol bejátszott egy régebbi hangfelvételt,
ahol Trippie Redd éppen azt mondja, hogy mennyivel jobb 6ix9ine-nál, több a pénze, és hogy 6ix9ine sose fog befutni, stb. 6ix9ine pedig ebben a videóban pont erre reagál, és azt mondja, hogy fordult a kocka, és hát most már egyértelműen ő a sikeresebb zenész. Tables turn, bridges burn, and lessons learned, you know what I'm saying? I got 3 top 100 Billboard hits, singles, you know what I'm saying? Let's take a listen to this. Everything I'm doing is better than you, bro. I have more followers than you. I have more fans than you. I have more clout than you. I have videos with more views than yours. I have more money than you. I have way more than you, bro. And you won't even get as far as I'm going to get. Majd Trippie feltett egy kb. Ugyanilyen videót erre válaszul, ahol a pénzével flexel. I don't do the flexing for the gram, but you know what I'm saying? It's a lot of niggas talking crazy or whatever. Like I ain't put them on or whatever. Majd ezek után folytatódott az oltogatás oda-vissza Instagramon. Trippie azt mondta, hogy 6ix9ine-nek minden zené ugyanolyan. 6ix9ine erre azt válaszolta, hogy Trippie-re csak 10 000 példányt tudott eladni az albumjából. Ezután pedig egészen úgy tűntek a dolgok, mintha már kicsit csillapodna ez a feszültség. Például közösen live voltak is egyet Instagramon, ahol egészen nyugodt hangvételbe beszéltek, illetve 6ix9ine interjúban azt is nyilatkozta, hogy neki igazából már nincs is baja Trippie-vel. Viszont utána megint előről kezdődött minden, amikor Trippie Redd Instán azt mondta, hogy 6ix9ine nélküle sehol se tartana, mert ugye miatta tudott leszerződni ahhoz a bizonyos kiadóhoz. 6ix9ine pedig erre azt felelte, hogy hogyan lehetne Trippie miatt sikeres, hogyha Trippie saját magát se tudja sikeressé tenni. Trippie azt mondta, hogy egyértelműen ő miatta tudott leszerződni, és hogy azóta is a kiadótól emiatt kap jutalékot, tehát 6ix9ine projektjei után ő is kap pénzt. You capping like you did everything yourself, nigga. I helped you, nigga. If I would have never gave you the light of day, you wouldn't be nobody right now. You'd be in Brooklyn, broke as fuck, working at the deli again. Come on, bro. The fuck is you talking about, bro? I get 10%, bro. Do I look dumb, nigga? That's the whole reason why I get a 10%, because I'm not dumb, nigga. You ain't even do it yourself, nigga. You a bitch, nigga. I will beat the fuck out you, nigga. 6ix9ine viszont erre azt mondta, hogy jó, akkor mutassa a bizonyítékokat, hogy ő tényleg kap ezután pénzt, illetve még azt is hozzátette, hogy az emberek csak a feature-ök miatt hallgatják Trippie Reddet. Itt például a Dark Knight Damo-ra gondolt, ahol ugye Travis Scott is ott van Trippie Redd mellett. Show the world the paperwork where you get paid off for everything I do. Show the world. You got no good songs. All your songs have features on it. Dark Knight Damo, what you named after Gummo, Stolen Idea, has Travis Scott. Post 4069 has me on it. You are not good without a feature. That's straight up. Viszont azután úgy döntöttek, hogy jól lerendezik ezt az egészet, meg is beszéltek egy Instagram live randi időpontot, ahol közösen live voltak egyet. 6ix9ine egészen kulturáltan kezdte, megmondta, hogy jó, akkor most mindkettőjük hallgassa meg a másikat, mindkettőjük elmondja a saját problémáját, viszont Trippie Redd miatt elég hamar ordítozásba fajult az egész, és végül semmi értelmes volt. Everyone heard in Gummo, everyone heard in Gummo, when I said in the hood with them Benny niggas and them Hoover niggas, let's finish the New York story, so look. Ezután többször is nekifutottak, több live-ot is megpróbáltak, viszont mindig sikertelen volt, a végén nem tudtak normálisan kommunikálni. Az egyik kedvencem az az volt, amikor Trippie Redd letette, és 6ix9ine még live volt, és előadta, hogy szerinte hogyan kell egy Trippie Redd számot csinálni, egy ilyen tutoriált csinált, ami szerintem iszonyat vicces lett. I'm gonna give you a Trippie song in 2 seconds, watch this. And I bet you this sound just like Trippie, watch this. Na mindegy, utána már egy következő szintre emelkedett ez az egész konfliktus, ugyanis elkezdték egymás csajait elcsábítani. Trippie elkezdett Tekashi baby mamájának, tehát Tekashi gyerekének az anyjának a képei alá kommentelgetni, 6ix9ine pedig elkezdett Trippie akkori barátnőjének, vagy talán akkor már az exének, Alexnek a képei alá kommentelni. Végül 6ix9ine volt sikeres, és el is csábította Alexet, majd ki is tettek Instára egy olyan videót, ahol közösen egy ágyban fekszenek. Niggas is dead saying fuck 6ix9ine. Yo babe, look at this shit. It is fuck 6ix9ine, it's fucking Treyway. You're right, babe. It's a fucking Bob's. Ha engem kérdeztek, szerintem nem volt közöttük semmiféle valóságos kapcsolat. Szerintem csak a megalázás kedvéért, a videó kedvéért feküdtek egy ágyba.
Trippier is próbálkozott ugyanezzel, de 6ix9ine gyerekének az anyja minden alkalommal elutasította. És mint azt tudjuk, 6ix9ine 2018 novemberében lecsukták, aminek Trippi nagyon-nagyon örült, annak viszont már kevésbé, hogy 6ix9ine őt is beköpte, mint Blood Gang tagot. Most viszont, hogy újra kiszabadult, és felrobbantotta az internetet a dalaival, újra elkezdődött a komment háború is kettőjük között. Hogyha engem kérdeztek, szerintem nevetséges ez az egész, teljesen felesleges ez a faszméregetés, hogy kinek van több pénze, ki a menőbb, ki a jobb. Tényleg, mint hogyha óvodában lennénk, tehát így ezek felnőtt emberek, most komolyan nincs jobb dolguk ennél. Tehát így én értem, hogy a rap game-ben nem szabad alulmaradni, és hogy a büszkeségük is, meg hogy nem akarnak gyengének látszani, meg ilyesmi, de akkor is annyira erőltetett szerintem ez az egész. Meg amúgy az is, hogy milyen példát mutatnak így a sok tínének, aki őket nézi, meg követi. Az meg különösen felháborító, hogy amúgy, ezt nem is mondtam, de más zenészeknek a neve is belekerült ebbe az egészbe, például X-nek a nevét is belevonták ebbe az egész konfliktusba, ami szerintem különösen felháborító, mert hogyha már ilyen piti hülyeségeken húzzák egymás agyát, akkor legalább már más zenésznek a nevét ne piszkítsák be ezzel. Szóval vagy rendezzék le kettőjük között, vagy pedig akkor tényleg mást ne vonjanak be legalább. Alapvetően Trippie Redet jobban szeretem, de ebben az esetben mégis nagyon antipatikusan viselkedett, lényegében ő robbantotta ki ezt az egészet amúgy. 6ix9ine sokkal intelligensebben viselkedett, néha próbált békülni, próbált lerendezni az egészet, de Trippie Red az mindig újra kezdte. Nagyon sajnálom, hogy ezek ketten marakodnak, mert amúgy a közös projektjeik tök jók voltak, és így két tök jó zenészről van szó, akik nagyon jó közös zenéket csinálhatnának. Nagyon remélem, hogy ez így meg fog oldódni, egyik például a másikra kibékülnek, vagy nem tudom, de na mindegy. Ha minden igaz, ez volt a teljes sztoria Trippie Red és 6ix9ine beefének. Ha valamit esetleg kihajtam, akkor azt mindenképpen jelezd a kommentek között. Remélem, hogy élveztétek, és szokás szerint a következő videóban találkozunk. Császtok!